Elmúlászni életünk alatt, nincs amiben ő, benne nincsen, nincs egy csalók a pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. Vince B. András előadásában megzenésített Vassal Bert verseket hallhattak az érdeklődők a Munkásművelődési Központban megrendezett könyvbemutatóval egybekötött emlékesten, amely Vassal Bert életének és munkásságának legfőbb eseményeit járta körbe, így tisztelegve az író emléke előtt. Szeretném bemutatni ezt a klubot. Az emlékest főszervezője Gubánné Pintér Anna Mária, a Panoráma Világ Klub Fejér megyei elnöke volt, aki azt mondta, Dunaújváros az egyik állomása az Örökségkönyv Vassal Bert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a Nagyvilágban című könyvbemutató sorozatnak, ugyanis Kárpát-medence szerte bemutatták a kötetet, hiszen Vassal Bert mindenhol magyar, fogalmazott a főszervező. Most 20 év kellett ahhoz, hogy talán helyére kerüljenek a dolgok, és a négy fiú is úgy gondolta, hogy most már tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Ők, amit megéltek gyerekkorukban, hogy szétszilálódott a család, hogy el kellett hagyniuk az otthonukat, látták az apjuk szenvedését, azt, hogy soha az életben nem tudott megszokni Amerikában sem, és még az utolsó lakhelyén is az erdélyi hegyeket meg az erdőket kereste, és az utolsó leheletéig magyar maradt, nem tudott asszimilálódni egyáltalán. Én azt gondolom, hogy talán ez egy ilyen méltó elismertsége az ő művészetének. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke és a kötet főszerkesztője elmondta, a könyv hatalmas csapatmunka eredménye. Céljuk elsősorban nem a költő életútjának bemutatása volt, hanem annak a kérdésnek a megválaszolása, miért is olyan népszerű Vassal Bert világszerte. A könyvben 150-en mondják el erről véleményüket a Föld minden tájáról, akik szeretik és elismerik munkáját. Vassal Bert egy olyan személyiség, aki megérdemli azt a figyelmet, és amiben különbözik a többi írótól és nagyjainktól, hogy egy közösség szervező. Tehát nem csak elolvasunk egy könyvet, és azt mondjuk, hogy nagyszerű, és nem csak a magyarságunknak adott valamit, hanem elkezdtek közösségek létrejönni. 56 köztéri szobrot állítottak, 23 közösség intézmény viseli a nevét, tereket, utcákat neveznek el róla, és alig 20 évvel a halála után. Úgy, hogy 1984-ben Vassal Bert azt mondta, hogy mindössze 860 előfizetőn van, és bezárta a Danubian Press kiadóhivatalát, bezárta az Amerikai Magyar Szépműves céget. Tehát egy meg nem értettség, egy kudarc sorozatot élt át. Ő nem érhette meg már azt a szeretetet, azt a törődést, amit most az anyaország és itt az emberek az irányába képviselnek. Fáj a kutyámnak a hása! Az emlékesten a Móri Dzsingmond Általános Iskola 3. A osztálya és a Pannon Oktatási Központ diákjai is közreműködtek.